belegondolunk abban, hogy milyen komoly hungarikumokat soroljunk fel, akkor egészen biztos, hogy a zenepedagógia, illetőleg a Kodály módszer ezek közül az egyik legfontosabb, hogyha kultúra területére gondolunk. És nagyjából ez a rendezvény is ezt bizonyította, ugyanis itt most egy háromnapos szimpóziumnak a megnyitásáról volt szó, itt a Liszt-Ferenc Zeneakadémia épületén belül. Itt három napon keresztül tulajdonképpen minden a zenei nevelésről, meg a zene mindenkinek jelszóról fog szólni, az éneklésről, az éneklés öröméről, az éneklés megtanításának, a zene megtanításának az öröméről. Ez az alkalom arra is megteremtette a lehetőséget, hogy egyébként egy nagyszerű amerikai zenepedagógus és kitüntetésben részesítsünk, nevezetesen Elizabeth McLaughlin Mall professzorasszony, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett annak érdekében, hogy a Kodály módszert, a Kodály zenepedagógiai hagyományokat terjessze a világon. Ez az a nagy hagyomány, amelyel azért minket magyarokat mindenütt azonosítanak, és ez kötelez bennünket arra, hogy ezt ápoljuk, megtartsuk, tovább vigyük. 23 éves voltam, amikor először elindultam idefelé Magyarországra. Mondhatnám, hogy majdnem egy gyerek voltam. És olyan csodálatos volt, mert egy szót sem nem tudtam magyarul. Teljesen egyedül eljöttem, 2 évig tanulni, és akkor, amikor leszálltam a repülőgépből, ott várt engem az egyetlen ember, magyar ember, akit megismertem Magyarországon. És az az ember Szőnyi Erzsébet volt. Szőnyi Erzsébet a Kodály zenepedagógiai legnemesebb hagyományait vitte tovább, és hát ő egyébként kiváló zeneszerző és zenepedagógus egyaránt. Nagyon kíváncsi vagyok az előadásra, mert hiszen mindegyiket ismerem régóta, sőt, hát most már ott tartunk, hogy a növendékeimnek a növendékei és azok növendékei, akik is már működnek és szerepelnek, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen nagy áttekintés lesz az egész életművemről. Az az érdekes, hogy valakit megkérdeznek Kodály Zoltán egyéniségéről, az első az a szigorúsága és a mogorvasága az, ami eszébe jut valakinek, holott tele volt humorral és iróniával és öniróniával is ugyanakkor, viszont rendkívül szívósan követelt mindenkitől maximális teljesítményt, aki a környezetében volt, és hogyha ezt valaki elsajátította, akkor tényleg tudta valamire vinni az életben.